Köszönöm szépen, hogy igaz, még van egy kis idő, de hogy ilyen egy-két héttel a koncert és a bemutatkozás a gála koncert előtt időt szakítasz ránk, hiszen nyilvánvalóan próbaidőszak is van, és miután ez egy bemutatkozó koncertje tulajdonképpen a Spinto Opera Társulatnak, azért hát a felkészülés sem hiszem, hogy egyik napról a másikra olyan könnyen megy. Hát nem egyszerű a történet, hiszen duettek is vannak, tercettek is vannak a műsorban, ez egy gála műsor lesz, rengeteg szerzőtől rengeteg művet fogunk megmutatni, és hát így módon nyilván próbálnunk is kell, korrepetitorral már elkezdtük a munkát, és a zenekar is folyamatosan dolgozik, és amikor már a zenekar olyan állapotban lesz, hogy elkészült, akkor azonnal elkezdünk az énekeseket és a zenekart együtt. Én itt a műsor elején azt mondtam, hogy Bizet, Donizetti, Mozart, Rossini és még jó néhány ilyen kevésbé ismert szerző, meg azt is, hogy opera és operett dalok, tehát sokrétűnek ígérkezik mindenféleképpen a műsor, és ezt azért kérdezem, mert hát léphetek ti már föl azért, ha nem is ugyanezzel, de hát akkor tulajdonképpen kiválogatott, mert hogy te vagy a művészeti vezető, az egy dolog, de ez nyilván nem egy egyszemélyes projekt. Nem, természetesen nem. Bolba Lajos a zenei vezetőnk, és Ágoston Edit művésznő az egyesületi elnökünk, mert egyesületi formában mi körünk jogilag, de amúgy ez egy operatársulat, és hárman szoktuk összedugni a fejünket, plusz még Butz Magor zenei munkatárs is mindig ott van, mert friss, fiatal szemmel nézi a dolgokat, és arra mindig szükség van, ő egy zeneszerző szakos hallgató az akadémián, írta most már egyetemen, mindig azt mondja az ember, hogy zeneakadémia, mint ahogy a színművészeti főiskolát is már régen egyetemnek hívjuk, de azt nehéz megszokni. Szóval így hárman, illetve kibővítve négyen szoktuk megbeszélni a dolgokat, és alapvetően nagyon sok nézeteltérés nem szokott keletkezni. Én ahogy Bolba Lajost ismerem, ő nem olyan könnyen hajlítható, azért ő mindig nem hajlítható, viszont mindig jó dolgokat mond, és azt mi mindig tisztelettel fogadjuk, és mindig meg is indokolja, tehát érdemes elfogadni, amit mond, és így módon nem nagyon szoktunk vitatkozni egymással, és hát Ágoston Edit néni pedig nekem már nagyon régen az énektanárnőm is, tehát én egyrészt a mesterem, nagyon egy követ fújunk szakmailag, tehát így nagyon nagy helye nincsen a nézeteltéréseknek, hiszen ezért is állt össze ez a szűkebb kör, aki az egyesület vezetése, és hát a művészeket is nyilván úgy válogattuk össze, akikkel már dolgoztunk, és tudjuk, hogy... Egyébként egyre több, már nem akarok a szabadba vágni, egyre több az olyan társulat, amelyik hát most nem egy-egy alkalomra alakul, hanem összeállnak színészek, zenészek, rendezők, és a saját kis csoportjukat megalakítják, hogy végül is egy olyan előadás jön létre, amiben ők egyetértenek, és amit nagyon szeretnek. Most ezt azért hozom szóba, mert tavaly nyáron valamikor, június-július, valamikor akkor alakult ugye a társulat. Igen. És akkor tulajdonképpen hogy rántódott ez össze? Ez úgy rántódott össze, hogy már egy évvel korábban elkezdtünk dolgozni, de még nem volt hivatalosan egyesületi formában ez az alakulat. Bocsássunk egy pillanatra, Spinto Opera Társulat és Művészeti Egyesület, de a rövidített neve Spinto Opera Társulat. Az a része érdekel, a Művészeti Egyesület, mert akkor nyilván más is van. Ez úgy néz ki, hogy nem csak művészek vannak benne, hanem színházi szakemberek is. Tehát van az alapító tagság az 10 tagú, de ez folyamatosan bővül, hiszen nagyon sokan, ahogy megtudták, hogy mi összeálltunk, ismernek bennünket kollégák, barátok a szakmából, már is elég sokan megkerestek, hogy hát van ebbe lehetőség esetleg részt venni, vagy valami, és így szépen bővülünk, tehát díszlettervezőtől kezdve jelmeztervezőig, illetve aki rendezése is alkalmas színész kollega, tehát és színészek, tehát nem csak operaénekesekről van szó, hanem jó hangi adottságú színészekről is, mert nem ragaszkodunk feltétlenül az opera műfajához. Akkor próza is van netán? Próza is lehetséges. Lehetséges, elsősorban zenés produkciókban, és azon belül is elsősorban operában gondolkodunk, de természetesen olyan embereket szedtünk össze, az operaénekeseink nyilván rengeteget énekeltek operettet is, az természetes a mai világban már, de a színészeink többsége is olyan, aki operettben azért nagyon-nagyon komoly hangiadottságokkal. Van cserebere, vagy pedig ilyen értelemben állandónak mondható a társulat? Van egy állandó mag, de mindig produkciótól függően ez későbbi történet lesz. Mindig kell, hogy a megfelelő szerepre, vagy koncerten a megfelelő dal eléneklésére, megfelelő ária eléneklésére,
a megfelelő embert keressük meg. Ez a háromtagú kis egyesületi elnökség ebben mindig tart egy kis konzultációt. Ez mivel nyitó koncert, ide igyekeztünk a jelenlegi előadó művész tagságból mindenkit besűríteni, még így is előfordult, hogy az egyik művésznünk, Szeredi Krisztina, ő külföldön vendégszerepel, és nem tudtuk egyeztetni az összes többiekkel. Próbáltunk a dátumokkal játszani. Sajnos, mivel két olyan művészünk is van, aki a Győri Nemzeti Színházban játszik, őket is nagyon nehéz egyeztetni, így alakult ki ez a dátum, az Új Színházzal közösen egyeztettük ki. Értem. Na most elsoroltam itt ezeket a nagyszerű zeneszerzőket, de azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen, ha csak kettőt, hármat említenél, hogy mit hallhat majd a közönség. Hát az első rész, azok opera részletek, de nagyon ismert. Tehát nem csak opera őrülteknek való, hanem aki szereti a kellemes muzsikát, ezeket ismerni fogja. Tehát az Ékirálynő áriáját azt nem kell senkinek mondani. Ez is el fog hangzani, vagy Toszka levélária, de ha már a Varázsfólánál tartunk, akkor Szarasztró áriája. Tehát, hogy ezek el fognak hangzani, amit mindenki vár. Hát mindent nem tudtunk belesűríteni, amit az emberek szeretnek, de azt gondolom, hogy az a közönség is, aki opera rajongó, ő megtalálja a számítását ebben a műsorban, mert nagyon szép, szép áriák hangzanak el. És a másodikban már a könnyedségi a főszerep, de az első részben is aki csak szereti a kellemes zenét, nem fog az első rész alatt sem az opera áriák alatt unatkozni, hiszen nagyon érdekes áriák fognak elhangzani, és ismert áriák. A második részben ott már egy-egy operett is, nem viszük túlzásba, de egy-egy operett is, hiszen a magyar operett szerzők azok világhírnevet harcoltak ki maguknak, és ezt nem lehet kihagyni egy gálaműsorból, én úgy gondolom, hogy nem is kell kihagyni, de nem az operetti a főszerep, Leon Cavallótól az olasz dalokon keresztül rengeteg nagyon kell kellemes és ismert muzsika fog fölcsendülni. Miből éltek? Akik, ugye most beszéljünk az előadóművészekről, itt elsősorban professzionális előadóművészekről van szó, tehát éneklésből, színészetből, színháznál dolgozunk, van, aki szabadúszóként, ez már egyre szélesebb réteg, manapság a szakmában szinte mindenki szabadúszó már, de vannak állandó tag, tehát a Győri Nemzeti Színházat említettem, de vannak művészeink, akik rendszeresen a Madách Színházban dolgoznak, itt-ott-amott. Rengeteg olyan színház van, amit meg tudnék említeni, hiszen szabadúszóként én magam is legalább 5 helyen játszom. Ez így megy manapság, ebből próbálunk megérni, ahogy sikerül. Manapság ez nem mindig könnyű, rá vagyunk utalva arra, hogy a pillanatnak éljünk. Van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé. Ezért is hoztuk létre, hogy legyen egy olyan gyűjtőhelye azoknak az embereknek, akikkel mondjuk együtt dolgoztunk már, van, akivel én már 20 éve dolgozom egy. És tudom, hogy mire számíthatok, és tudom, hogy mindig egy magas színvonalat hoz. Igen, és ahogy megváltozott a világ, és azt te sokkal jobban tudod, annak idején micsoda nagy csodálkozás volt világszerte, amikor a három tenor elindult, és azt mondta, hogy nem kell ott ülni egész este, vagy fél éjszak az operában a legszebb opera slágereket, és aztán ott követték őket a világon, minden a Magyarországon is. Úgyhogy ez a világ. Hát elárulhatom, hogy nekünk is van három tenor műsorunk, nem ebben az egyesületben jött létre ez a műsor, ez már jóval korábban, sőt én is váltóként kerültem bele először, hiszen a három tenor azért úgy érdemes, hogy négy tenor legyen, hogyha rendelik a műsort, hogyha valaki beteg vagy nem ér rá, akkor is meglegyen a három tenor. Tehát, hogy ezt a műsort is most elő fogjuk kapni a múltból és a kalapból, hogy lehessen olyan műsorokat csinálni, ami kellemes, kulturális szórakozás, de el lehet adni egy céges buliba, mert megrendelik, és tudunk az egyesületben annyi pénzt hagyni mondjuk egy ilyen fellépésből, amiből aztán be tudunk mutatni mondjuk egy Rászedett Kádi című opera előadást, ami 6 szereplős. Alapvetően ezért jött össze először ez a társulat, hogy ezt az előadást megcsináljuk. Bizony pénzparipa fegyver nem volt, és ezért alakultunk egyesületi formába, hogy tudjunk pályázni, hogy tudjunk megjelenni. Jó, február 7-e. Ha jól emlékszem, 8-a, február 8-a, hétfő este, Új Színház, Nagyterem. Te mit fogsz énekelni? Én a Levélárját fogom a Toszkából énekelni, illetve mást is a második részben, de nyilván a Levélárjára készül az ember a legjobban, hiszen azt mindenki nagyon így nézi, hogy ront-e az ember vagy sem. Hát ígérem, hogy igyekszem nem rontani. Köszönöm szépen, és én is sikert. Nagyon köszönöm. Az utolsó kívánságom, halljátok meg emberek,
Sümegem fejembe vágom, vérpadra vígan megyek. A haláltól én nem félek, a vakóval szemben nézek. De azt megkövetelem, hogy utolsó kívánságom, amint mondom, úgy adjatok rám díszruhát, ragyogjon a sújtás rajta, csillogjon a passzomát. Arany szögek a csizmában, drága kövek a dolmányon. Ó, csak toll a süvege, az utolsó kívánságom, amint mondom, úgy legyen. Thank you.